Már töltik az úszómedencét a 60-i strandfürdőn. A vizes blokk hamarosan készen áll arra, hogy ismét strandolók csobbanjanak bele. A nyitásig a szokásos karbantartások és felújítások is teljesen befejeződnek. Az ötszögmedence alsó részét újra csempészték, az öltözőben pedig új mosdót és zuhanyzót alakítottak ki. Idei évben több vendéglátóegység fog működni a strandon, közkívánatra ismét lehet majd lángost és hekket is venni. Június 16-án szombat 9 órára tervezzük a strandnyitást. Jelenleg az aktuális karbantartási munkák folynak. Az idei évben az ötszögmedencének az padozata, az alsó felület került felújításra, még annak a munkálatai folynak. Ami nagyon pozitív hír, hogy több vendéglátóegységgel fogjuk tudni fogadni az idén a vendégeket. Egy nagyon jó hír, hogy lesz lángos. A 60-i strandfürdő csoportvezetője hozzátette, gyakran megkeresik azzal a kérdéssel, hogy miért júniusban nyit ki a strand. Ezzel kapcsolatban elmondta, ugyanaz a személyzet működteti nyáron is a fürdőt, mint a városi úszodát, így a strand kinyitását az iskolai tanév befejezése után tudják megoldani. A tavalyi évben a 60-i strandfürdő látogatottsága rekordokat döntött. Augusztusban volt olyan hét, amikor csak nem 9000-en látogattak ki. A tapasztalatok alapján nem csak 60-ból, hanem más városokból, még Budapest környékéről is érkeztek vendégek. Az elmúlt évek legnagyobb slágere, a 2 éve megújult gyermekmedence, idén is várja a legkisebbeket. Emellett a nyáron számtalan programmal készülnek, így például július 27-én strandok éjszakája, augusztusban strandfesztivál is lesz.